Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizit látják. A mai műsorban egy kicsit komolyabb témát hoztam Önöknek, de reméljük, hogy azért mosolyogni is fogunk tudni itt a műsor vége felé. Olyan intézményvezetők a mai vendégeim, akik rászorulókkal foglalkoznak az élet bármilyen területén, férfiakról, nőkről vagy gyerekekről legyen szó. A stúdióban köszöntöm, itt van velünk Erdély Zsuzsanna, az Családok Átmeneti Otthona intézményvezetője. Itt van velünk Zsapka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője, szeretettel köszöntelek. Köszönöm. És itt van velünk Tiszl Henrik, az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Azért is hívtalak el titeket, mert ebben a műsorban kicsit több lehetőségünk nyílik arra, hogy jobban megismerjünk titeket. Ugye nagyon sokat találkozunk híradásainkon keresztül, többé-kevésbé veletek. És hát jó lenne, hogyha látnák, hogy azon felül, amit így a híradásaimban látnak, még mit tesztek, és milyenek vagytok. Úgyhogy most adok is akkor lehetőséget a köszönésre, mert azt nem adtam meg. Köszönöm, hogy itt vagy, Attila. Én is köszönöm a meghívást. Nehéz eljönni, nem a munkából, hanem hogy azért ilyen kötetlenebb műsorba azért ritkán kerül az ember, mindig a saját szakmájáról vagy a munkájáról kell beszélni, ami nem baj, de ez egy új helyzet nekem mindenképpen, de köszönöm szépen a meghívást. Igen, annak örülök egyébként, hogy így láttam a műsor előtt, hogy egyébként is nem vagytok idegenek egymás számára, hiszen a munkátok összeköt titeket, és azt láttam, hogy azért attól függetlenül, hogy mennyire komoly dolgokat tapasztaltok nap, mint nap, azért a jókedv az ott van, és a viccelődés, a humor a hétköznapjaitokban is szerintem, remélem nálad, Zsuzsa, így van ez? Természetesen, én is köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jöttünk. Elengedhetetlen a humor. Elengedhetetlen. Amennyire az élet minden területéhez, ez szerintem a segítségnek és a rászorultaknak a továbblendülésnél is, a problémák áthidalásánál is, ez muszáj, enélkül nem megy. Uh-huh. Henrik, te is egy mosolygós ember vagy egyébként, abszolút, ahogy észrevettem. Abszolút, és én is csatlakoznék a vezető kollégákhoz, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, főleg egy olyan szakmában, segítő szakmában nem mindig boríték volt a siker, lehet, hogy csak kisebb fél sikerek, vagy csak nagyon hosszú idő után van eredmény előrelépés, azt gondolom, hogy sokat tud segíteni az, hogyha tudunk néha átkeretezni, vagy humorral fordulni egy-egy helyzethez. Uh-huh. Az, hogy a segítségnyújtás egyrészt mit jelent számotokra a napjaitokban, az életetekben, akár a munkában, akár azon kívül az amellett. És az, hogy ugye az előbb ezt egy kicsit már elkezdtem boncolgatni, hogy szomorúságot is láttok elég sokat, ez mennyire nyomja rá a bélyegét a ti életetekre? Mennyire tudtok egyébként kívülálló maradni, mert ugye azért nyilván valamilyen szinten kívül kell maradni. Hát, hogy én elmondjam, azért érdekes ez a kérdés, hogy mit jelent a segítségnyújtás, ugye azt tetted fel azt a kérdést. Hát nekem azért a hosszú-hosszú évek alatt, amióta itt dolgozom, meg ugye emberként is, nem csak a munkám révén, de hát ahogy az idő halad előre, azért érettebb az ember, felebb is remélem, hogy így van, de hogy azért ez eléggé átértékelődik az én életemben, hogy kezdetben még azt gondoltam, amit kb. 20 éves távlatról beszélek, hogy akkor mindenáron segíteni valakinek, hogy akkor mindent megoldani. Ez talán ösztönösen jött, és nem is gondoltam, hogy ez rossz lehet az, hogy most mindenkin azonnal, amit kér, és nem végig gondolva esetleg, mert nekem ez egy kicsit ilyen laikus segítői hozzáállás, ami nem baj, csak hát nem ez a profi segítségnyújtás, hogyha arról beszélnénk, hanem segíteni azt, hogy ő meg tudjon indulni, mindegy, hogy most egy családról beszélünk, én ugye hajléktalan tudok csak megfogalmazni, ahhoz értek, vagy azt a munkát végzem, hogy segíteni abban, hogy ő meginduljon, hogy érezze, hogy neki kell valamit csinálnia, nekem ez az igazi, valódi segítségnyújtás, régen ez másképp volt, úgyhogy ha ebben tudok segíteni, akár a szociális munkások révén, mert igazából ugye a kollégák végzik az aktív esetmunkát, esetkezelést, akkor már megérte, ezt nekem közvetítenem kell, hogy nem kell mindent megoldani, hozzá kell tenni annak az ellátottnak, annak az embernek, aki valamit el akar érni, vagy segítséget kér, hogy ami az ő része, azt tegye hozzá. Lehet, hogy ez nem tetszik, ezért sokszor van konfliktus, de nekem ez a valódi segítségnyújtás, hogy az ember részét megkérjük, vagy követeljük tőle, hogy ő is tegye hozzá, és akkor így összeáll talán jobb esetben egy egész ez a segítségnyújtás.
Hát az olyan egyébként, mint a gyerekeknél, nem? Hogy már elkezd valamit tanulni, és akkor te azért ott vagy, és adod a hátszelet, mint szülő, de hát nyilván neki kell megtenni azokat a lépéseket, meg neki kell elesni, és azt megtapasztalni. Zsuzsa, nálad mit jelent ez a segítségnyújtás szó? A hosszú évek alatt változunk az esetekhez és a helyzetekhez mérten. Én azt gondolom, hogy így változik a mi segítségnyújtásunk is. Én azt vettem észre, hogy nálam egyre inkább a segítségnyújtás az a tartós megoldások és a hosszú távú megoldásokat jelenti. Ebben hiszek, és az anyaotthonban is emellett a szemlélet mellett dolgozunk. A napi problémák, a napi teendők, azok érdekes módon nem gondolom, hogy akkora egy kihívást jelentenének. Fontosabbnak tartom azt, hogy ha segítségnyújtás, akkor ez egy hosszú távú és tartós legyen. Pont a klienseink érdekében. Akkor tudnak talpon maradni. Henrik, nálatok? Nekem elsőre, amikor feltetted a kérdést, akkor a képességtétel, ami nekem így elsőre beugrott, az egy nagyon fontos része a mi munkánknak család segítésbe, és azt gondolom, hogy nagyon fontos határvonalat kell megtalálni a kollégáknak, megtalálnunk ahhoz, hogy addig segítsünk, ameddig kell, és ne kevesebbet, és ne többet. Nagyon nehéz tud ez lenni, azt gondolom, és főleg akkor, hogyha hosszú távú megoldásokat szeretnénk elérni, ahol itt ugye elhangzott, akkor viszont nagyon fontos az, hogy egy segítség, egy támogatás, egy tanácsadás, egy információnyújtás után azt valaki beépítve a hétköznapjaiba, a működésmódjába tudja azt használni később, mert az akkor lesz igazán tartós, azonom. Tehát ez, ami elsőre beugrott. Talán azt gondolom, hogyha így én is így visszagondolok az elmúlt évtizedre, akkor talán azt mondom, hogy a tartósabb segítségnyújtáshoz én annyit tennék hozzá, hogy ahhoz idő is kell. És ez nagyon sok esetben egyébként, amikor hozzánk fordul valaki, és azt gondolom, hogy nehéz odáig eljutni, hogy valaki segítségért forduljon, akár önként hozzánk, akár más úton, de azt gondolom, hogy nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy egy olyan problémát, ami mondjuk hosszú idő alatt alakult ki, akár évek alatt alakult ki, legyen az egy gyermekneveléssel kapcsolatos probléma, vagy egy párkapcsolati családi probléma, azt senki nem tudja még segítségesen megoldani azonnal. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, azt gondolom kihangsúlyozni, hogy tartós megoldásokat szeretnénk adni, és hogyha valódi problémákra tartós megoldásokat keres valaki, akkor ahhoz idő-energia befektetés szükséges. Most ez mind szép, és ugye nem okoskodni akarok, de amit a Zsuzsa mondott, hogy igen, a tartós megoldás, mert a Henrik is ezt mondja, de hogy nagyon sokszor úgy fordulnak az emberhez az emberek, hogy az ellátottak, hajléktalanok, hogy most, itt és most ezt meg kell oldani. Tehát, hogy ebben kéri a segítségét. És hogy a tartós megoldás, hogyha a kolléga profi ahhoz, hogy föltegyen olyan kérdéseket, hogy ezt most, bocsánat, ha van köze hozzá, hogy miért, hogy lehet, hogy végig lehet gondolni azt, hogy nem biztos, hogy azt kell most éppen megoldani a tartós megoldáshoz, csak az emberek nagy része nem ezért jön sajnos, mi mindig ezt tapasztalom én, hanem hogy most gyorsan valamit meg kell oldani, mert ő ezt a fejébe vette, ami nem baj, csak nehezen fogadják el az emberek egy része, hogy egy kicsit jövőre is gondoljon. És lehet, hogy egy másik megoldás, amiben a kolléga mondjuk, ha más nem ötletel vagy tanácsot ad, hogy az mégis jobb lenne. És ez okoz igazából a segítő szakmában szerintem nagyon sok problémát, hogy az emberek mennek a saját maguk feje után, és nagyon sok profi szociális munkás van, aki viszont érdemben tudna segíteni, hogy egy kicsit összetettebben nézze azt az adott helyzetet, amiben ő került éppen. Annyival egészíteném ki, hogy azért ehhez hozzátartozik, hogy nagyon sokan későn kérnek segítséget. Jogos. És akkor viszont valóban azt a krízis helyzetet kell kezelnünk. Viszont, hogyha sikerül egy olyan kapcsolatot kialakítani az ellátottal, és elindítani a gondolkodásában egy másfajta eljárást, akár egy bizalmi kapcsolatot kialakítani, akkor itt jön a hosszú távú megoldás, hogy legközelebb korábban mer, akar és tud segítséget kérni, és ezzel viszont akkor tudjuk segíteni az ő hosszú távú talpon maradását. Erről most csak az jut eszembe, hogyha mondjuk egy családban bármilyen probléma beáll, most az lehet akár az, hogy utcára kerül mondjuk egy férfi vagy egy nőt, nem tudom, erőszak éri családon belül, gyerekkel együtt, stb., mondjuk téged most azért nem mondalak, mert
mert azért nálatok azért van a megelőzésre fókuszáló rész is, de hogy nem lehet az, hogy mondjuk az emberek későn veszik észre azt, hogy ekkora a baj, vagy egyik napról a másikra történnek akkora problémák, olyan is van, nem? Tehát nem hát nagyon tudnak felkészülni. Olyan is van, akkor, amikor valaki benne él egy olyan kapcsolatban, egy olyan viszonyban, akkor nagyon nehéz egy éles határvonalat húzni, hogy na, itt jó, és innentől nem jó. Tehát akkor óhatatlanul belecsúszik, és ugye itt nagyon nagy a jelentősége itt a Henrikék intézményének az észlelésben, a jelzésben, a megelőzésben. Nagyon jó is az együttműködésünk, azt gondolom, de nem lehet annyira elhatárolni, hogy mikortól van az a probléma, amikor na most azonnal, illetve amikor már azt mondjuk, hogy most azonnal, akkor már régen rossz, akkor már késő van. Akkor mindig valami drasztikus dolog történik, amikor mer lépni, vagy menekül valaki, mindegy, hogy vagy éppen kirakják. Mindig sajnos valami nagyobb probléma is, ez egy hosszú folyamat része, amit szerintem egy családon belül, vagy egy ember, ezt nem nagyon veszi észre, hogy ez már nem jó, és most kéne megy. Tehát, hogy nagyon nehéz, hogy nincsenek ilyen belátási képességei, vagy mondjuk egy párkapcsolatban, bár lehet, hogy a Henrik erről többet tudna beszélni, hogy mennyire nehéz, hogy valóban nem időben jeleznek, hogy majd biztos jobb lesz, majd változik ez, és ezt nem tudják mérlegelni, mert benne élnek abban a rosszban, hogyha mondjuk egy bántalmazó kapcsolatról beszélünk esetleg. És teljesen természetes emberi tulajdonság a remény, hogy reménykedünk, majd. Ez lehet, hogy csúnya kérdés, de hogy társadalmi szinttől nem függ ez a dolog? Tehát, hogy milyen szinten vagyunk emberek társadalmilag? Vagy mindenféle rétegben előfordul minden? Én azt gondolom, igen. Uh-huh. Igen, tehát ez nem. Tehát nem éreztek semmilyen szórást ebben? Vagy súlyzottságot? A problémák minden szinten. A problémáknak a jellege, a súlya, a minősége az változik, de egyébként nem. És azt gondolom, hogy segítséget kérni, azt minden tekintetben nehéz társadalmi szinttől szerintem, meg problémától, vagy problématípustól függetlenül, én azt gondolom. És talán egy picit még visszacsatolva az előzőre, az észlelős jelzőrendszere, mi nekünk a törvényi kötelezettségünk is, és nagyon-nagyon sok energiát, időt fordítunk arra, hogy az észlelős jelzőrendszert működtessük, ami pedagógusokból, olyan szakemberekből áll, védőnőkből, házi orvosok, házi gyermekorvosok, tényleg minden olyan szakember, aki gyermekekkel kapcsolatba kerülhet a munkájában, vagy kapcsolatba kerül, és ők a mi szemünk és a fülünk igazából, akik jelzést tehetnek vagy tesznek felénk, hogyha esetleg egy család, egy rokon, egy szomszéd nem ismeri föl, vagy nem ismeri föl akár a személy, akit mondjuk annál a példánál maradva, ami elhangzott mondjuk egy bántalmazásért. Tehát ennek az észlelési jelzőrendszernek van óriási szerep, az előbb utaltam arra, hogy vagy önként keresnek fel bennünket, vagy ugye más formában, a más formában az erre utalt, hogy az észlelési jelzőrendszernek a jelzése kapcsán. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog talán, hogy egyrészt ugye nagyon nehéz segítségért fordulni, akkor ha ott van egy jelzőrendszeri szakember, akár az iskolákban, akár az óvodában, akár a védőnő, akkor azt gondolom, hogy tud segíteni már a családnak azzal, hogy ajánl bennünket, vagy csak felhozza azt, hogy segítséget tudunk adni. Én azt gondolom, talán az általam vezetett intézmény, az Ababási az, ami a legunivervzálisabb ellátotti kör szempontjából, tehát hogy szinte minden típusú problémával fel lehet, meg fel is érdemes bennünket azt gondolom keresni, és akkor onnantól már van, nagyon sok olyan eset van, amikor akár a Attila fele, akár mikor a Zsura fele, de bármelyik intézmények fele indul a segítségnyújtás, vagy akár a közvetítés. Uh-huh. Csak még talán annyit hozzátennék, hogy most így gondolkodtam ám közben, hogy az én meglátásom szerint sajnos biztos, hogy számít az iskolázottság, a intelligencia, hogy lehet, hogy azok az emberek, akik az átlagosnál mondjuk tanultabbak vagy iskolázottabbak, lehet, hogy könnyebben, és most ugye ez a rossz, amit én gondolok erről, hogy könnyebben tudják manipulálni, vagy elrejteni, a látszatot mutatni, mert jobban le tudják kommunikálni, vagy el tudják rejteni, mert megvan hozzá mondjuk a tehetségük ahhoz, hogy csak később derüljön ki, mert mindig hallja az ember a hírekben, hogy pedig olyan rendes család volt, és olyan minden rendben volt, és nem azt hittük, hogy milyen szépen élnek, viszont az egyszerűbb, átlagosabb emberek, ez sokkal nyilvánvalóbb, sokkal jobban hallhatóbb az én, és előbb talán észrevehetőbb, vagy tapasztalat, kitapintható a probléma, talán így még talán orvosolhatóbb is könnyebben, mint a nagyon sokáig régóta tartó probléma, amit az ember nem is érzékel, és ez talán probléma, pont azért, mert nem lehet időben belépni abba a rossz kapcsolatba, vagy rossz dologba, amit az ember szívesebben megszüntetne, vagy segítene. Most egy kérdés felmerül bennem, hogy hajléktalanná mennyire
most csúnyán szeretném kérdezni, de azért, mert van egy gondolatom, tehát hogy hogyan tudnak hajléktalanná válni, mi az, ami a nálatok a tendencia. Mert ugye nálam például fiatal koromban volt egy ilyen példa, mentünk az utcán, és egy ilyen hajléktalan ember megszólított minket, és hát nyilván mindenki elugrott onnan, hogy jújjújjúj, nem megyünk oda, de annyira kedves volt, hogy valahogy úgy felkeltette az figyelmünket, és oda mentünk, és leültünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy nem tudom, pár héttel azelőtt a felesége elhajtotta otthonról, és egyébként egy tanárember. És hogy annyira jó volt vele beszélgetni, meg olyan jó sztoria volt, hogy úgy nagyon sajnáltuk persze, de hogy ilyenek is vannak, ugye? Tehát, hogy van-e olyan nálatok, amiből így lehet levonni következtetés, vagy egyáltalán mindenféle rétegből válhat ilyen? Sokszor föltették ezt a kérdést, és teljesen jogos, mert az ember fölteszi magának, mert mások is, de ez egy nagyon összetett, tehát ez egy nagyobb, hosszabb műsort lenne, értem, hogy erről beszélek. Nincs ilyen sablon. Tehát azt kell mondjam, hogy véletlenül nincsenek, nem történnek dolgok az életünkben, hogyha valaki hajléktalanná válik. És nem lehet azt, hogy hát persze, mert megértem, mert biztos hívott meg. Nagyon nehéz, mert én azt tudom, egy dolgot szeretnék mondani, mert kicsit hosszabbra nyúlna az én magyarázatom enélkül, hogy ha valakinek nincs egy segítő, egy támogató kapcsolatrendszere is, ebbe sok minden beleérthető, a munkatársi szinten, a rokonság, a baráti, valódi baráti, haversági kapcsolatrendszere, ami segítene egy ilyen hajléktalanná válás esetén, mert ugye bárki kerülhet egy kicsit olyan megrodgyant helyzetbe, bármi miatt hitel probléma, család, felesége elzavarja, elküldi, hogy tudnak segíteni, és hogyha ő ezt hagyja, elfogadja, sőt, lehet, hogy néha kéri, akkor nem válik, nem lesz hajléktalan, nem kerül az utcára tartósan, illetve az intézményünkbe. És hogyha ehhez párosulnak ilyen mentális problémák, esetleg az italozás, akkor ez egy, persze, hogy saját magunk tehetünk arról, mert mi hozunk döntéseket, hogy hülyeséget csináltunk, és ezt mi tetézzük, akkor nem nagyon lehet ebből kievéckélni. De hogyha nincsenek kapcsolatok, valódi megtartó kapcsolatok, ami, hangsúlyozom, több hajléktalannál, aki mondjuk azzá vált, azt tudott kikerülni az intézményből, akinek volt mondjuk az élettársa visszafogadta, és nem jön vissza az intézménybe. Vagy a testvérei segítettek, mert nem rontott el azt a kapcsolatot, egyik fél sem, és még segítettek neki mondjuk albéletet fizetni. Tehát, hogyha ezek nincsenek, akkor az ember bárhonnan, egy tanári állásból, bárhonnan, lehet valaki jogász, én is hallottam már, hogy volt nálunk talán nagyon-nagyon régen, egy jogász, aki nem gondolta az ember, hogy az volt, de lecsúszott, mert ezek eltűntek. Lehet, hogy egy rossz tartozás, nem adta vissza a pénzt, hazudott, és ezek lejjebb viszik az embert, és erről ugye mi tehetünk? Tehát a kapcsolatok, a valódi kapcsolatok hiánya az, ami szerintem döntő abban, hogy valaki még lejjebb csúszik, és nem tud megmaradni egy bizonyos vállalható jobb élethelyzetben. Milyen személyiségkel szerintetek ahhoz, amilyen munkát ti végeztek? Nyilván az empátia az talán az egyik legfontosabb. De csönd van. Hát nehéz, mert az ember nézni, hogy most akkor én milyen vagyok, jó vagy rossz. Hát humor nélkül biztos, hogy nem megy. Kitartó. Kitartó. Szerintem az nagyon fontos, hogy kitartó legyen, és elcsépelt szó az elhivatott, de azért az is kell. Hát nyilván empátia is kell, de józanság. Szerintem az talán az a legfontosabb, hogy józanul, kívülállóként maradva, reálisan látva a helyzetet. Szerintem ez fontos. Talán, amit én még hozzátennék, és azt gondolom, hogy minden elhangzott, én egy dolgot még talán ez a kívülállónak maradni, ezt erősíteném fel, hogy azt gondolom, akkor lehet hosszú távon és jól segíteni, hogyha tényleg van az a határvonal, amin kívül tud maradni az ember, és ezt mondhatjuk úgy, hogy most valaki nem ég ki, vagy valaki nem vonódik be, vagy vannak erre szerintem nagyon-nagyon jó megfogalmazások, amik nagyon szépen leírják ezt. De azt gondolom, az a fontos, hogy egy adott problémában, hogyha éppen annyira tudunk kívül maradni, hogy az empátia már megvan, látjuk, érezzük, hogy mi a probléma, de annyira kívül tudunk maradni, hogy ott józanul meghozni azokat a döntéseket, addig segíteni, ameddig kell, akkor azt gondolom, hogy lehet hosszú távon csinálni ezt. Igen, és az őszinteség önmagunkhoz. Na most ugye ebben a szakmában is vagyunk, vagy vannak olyan emberek, akik lehet, hogy ide kényszerültek, próbálnak tisztességgel megfelelni,
dolgozni, de lehet, hogy nem elhivatottak, de ha valóban azzal a céllal, én most nem magamról beszélek elsősorban, csak ugye látom magam körül a dolgokat, és hogy mégis oda teszi magát, és tudja, hogy ő most ezt a feladatot szánta a jó Isten neki, vagy mindegy, hogy ő hogy fogalmazza, akkor ezt próbálja profizmussal az ő tudásának megfelelően végezni is. Lehet, hogy nem elhivatott minden áron, de akkor lehet, hogy hosszú távon nem fog maradni a területen, de nekem az is elfogadható. Tehát nem kell mindenkinek elhivatottnak lenni. Ez egy zsákutca is lehet, mert a legkönnyebben lehet ebbe kiírni az én tapasztalatom szerint, és ezért van szükség szerintem szupervízióra, vagy szakemberekre, hogy mi tőlük el is tudjuk fogadni a segítséget, hogy azok visszajelzések, hogy ha tetszik, ha nem, az segít abban, hogy én tovább, van-e motivációm még mondjuk a segítő munkában, vagy csak masszatolok is, és próbálom túlélni a dolgokat. Tehát ez az őszintesség. Lehet, hogy nem egy nagy nyilvánosság előtt kell, hogy ez megfogalmazódjon, sőt, biztos, hogy nem, de ezen nekünk naponta, akik ebben a szakmában dolgoznak, biztos, hogy föl kell tennünk a kérdést, mert ha azt tapasztalat, hogy kiégünk, akkor vége van. Tehát akkor félrebeszélünk, lehet szépeket mondani, de akkor ott az megsínli a család, a kollégák, mindenki, az ellátottak is. Mi az, ami ebben nektek új kihívásokat jelent? Mert azért gondolom, hogy miután a világ is változik, meg gondolom, hogy például a ti intézményetek is 20 év alatt azért nagyon sokat változott, meg hát az Alba Bástya is, azért újabb és újabb fejlődésen kell átmenni, nem csak az intézménynek, nektek is. Hogy esetleg ilyen továbbképzések, vagy mi az, ami mondjuk még többet ad a ti munkátokhoz? Mert nekem az a legfontosabb, hogy ha a kollégák, tehát hogy az emberek tudnia kell vezetőként, ugye most mit azért vezetők vagyunk, tehát tudnia kell, hogy a kollégák akkor képesek tisztességgel végezni nyugodt légkörben a munkájukat, profizmussal, hogyha megteremtjük azt a nyugodtabb légkört, tehát hogy figyelünk arra, hogy ő tényleg tudjon a munkára összpontosítani, és az a szupervízió, amiről mondjuk én beszéltem, vagy szükségeset, akár egyéni, vagy csoportos szupervízió, bár a Covid alatt most ez nagyon nehezen valósul meg, vagy szinte semmi a személyességből, de hogy a kollégák egy része ezt nem tartja fontosnak, de mi ezt tudjuk, hogy nagyon fontos, mert ugye mindenki már szinte közszegy, de a saját személyiségével dolgozik a szakmában. Tehát, hogy rettenetesen ki tudunk égni, minden kolléga ezt nem is érzékeli, azt gondolja, hogy ez nem olyan nagy dolog, óriási dolog, hogy az ember beleviszi az egész testét, lelkét, hogy ott segítsen valakinek, aki vagy elfogadja, egyetért vele, vagy nem. És azért ez egy kemény meló. És hogy a kollégáknak, a vezetőnek ezt tudnia kell is. És hogy akkor jó szerintem ez a dolog, hogyha ezt a vezető jól le tudja kommunikálni. Tehát, hogy segíteni tud, abban nem csak kötelezővé tesz dolgokat, hanem ezt az adott segítővel, szociális munkással ezt megérteti, hogy ebből vegye ki azt, ami az övé, segítse a saját életét azzal, hogy ő ebben részt vesz aktívan, és motivált abban, hogy ne tegye tönkre magát, mert jó munkát nem lehet kiégett vagy kiégés előtt álló kollégákkal végezni. És ezt időben észre kell venni, ezzel tisztában kell lenni. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert általában ezzel mi itt a segítő szakmában vagy nem vagyunk tisztában, vagy nem vesszük észre, mert megyünk előre és csináljuk, ahogy mondjuk az ember elvárja magától. Úgyhogy nem könnyű. A fejlődéshez nekem nagyon fontos, hogy legyen egy jó csapat. Rettenetesen jól tudjuk inspirálni egymást. Én azért olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy azért az anyaotthonban mindig egy nagyon jó kis összetételű tím működött. Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak, és ez bennünket is túl tud lendíteni a problémákon. Megoldásokon gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy ezt kiegészítve az eset megbeszélőket én nagyon fontosnak tartom, amikor minden kollega ott ül, elmondja, kibeszéljük, elmondják az elakadásokat, megoldásokat próbálunk, keresgélünk. Én azt gondolom, hogy sok esetben ez felér egy továbbképzéssel saját magunknak. És ezek nagyon-nagyon nagy lendületet tudnak adni a továbbiakban. Azt gondolom abszolút, tehát mind a szupervízió, mind ezek a kvázi nálunk is ilyen behegesztett eset megbeszélések vannak minden héten, és azt gondolom, ez csak így lehet jól megvalósítani, hogy azok a problémák, amik feljönnek a kollégákban, azokat ezeken az alkalmakon van lehetőség
van lehetőség elmondaniuk, és van lehetőség, hogy akár egy szupervízor, egy külső szakember az, aki ezzel segítséget adjon, és tudjon dolgozni a kollega, vagy egy eset megbeszélni, hogy a belső tím az, aki tud ezen dolgozni, akár ötleteket adni, akár kimozgatni egy ilyen nehéz helyzetben egy kollégát is. Tehát ez egy óriási segítség tud lenni. Amit én még kiemelnék, az egyébként a változás. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden változik társadalmi, gazdasági, egyéb szempontból, ami érint mindenkit, ugye a hozzánk forduló ügyfeleket is. És azt gondolom, hogy ezt meg fel is kell vállalni, hiszen vezetőként, pláne, de kollégaként is, hogy nekünk is ebbe az ütembe változni kell. Uh-huh. És most erre csak egy példaként, hogy visszagondoltam itt az előbb, mikor a 20 éve hangzott Attilától, én is kicsit több mint 10 évre tudok visszaemlékezni, hogy óriási változás az, amin keresztül ment mondjuk egy segítségnyújtás, mondjuk mi volt 10 évvel ezelőtt, vagy mi ma, amit mondjuk mi az intézményben csinálunk. Uh-huh. Na, egy picit akkor beszéljünk erről, hogy látjátok, hogy hogyan alakult így az elmúlt években. Nálatok ugye, hát elképesztő most ez az új épület, ahova költöztettek, és hogy most minden egy helyen van, minden így valósul meg, és az gondolom nagy segítség a ti munkátokban is. Hát azért ez egy hatalmas fejlődés akkor, amin most átmentetek. Azt gondolom, hogy igen, és ezt nem győzöm megköszönni tényleg mindenkinek, a városvezetéstől kezdve azoknak, akik konkrétan ezt lehetővé tették, hogy nekünk megvalósuljon. Mi 16 helyszínről költöztünk, éppen Székesfehérváron, a Palotavárosban volt 16 telephelyünk több utcában, és onnan tudtunk egy helyre költözni, és valami óriási az a szakmai minőségi fejlődés, amit ezzel meg tudtunk ugrani, hogy minden kollégánk egy helyen van. Tehát korábban mondjuk a pszichológus kollégáink azok dolgoztak a Jancsár utcában, a családsegítőink a sütőbe, a Tolnaiban meg voltak az esetmenedzsereink, tehát hogy így picit ilyen az utcáknak is volt egyfajta funkciója, és ez annyira nagy segítség, hogy most ez egy helyre tudott tömörülni, és mindemellett pedig tényleg nagyon szép, nagyon-nagyon jó körülmények között, és egy olyan házban dolgozunk most az Irányi Dániel utca 4-ben, ahol gyakorlatilag a tervezés első ceruza vonásától kezdődően a kivitelezés utolsó elemig minden úgy készült el, hogy az a család és gyermekvédelmi szolgáltatási rendszert támogassa, tehát egy olyan ügyfélszolgálatunk van ma már, ami teljes egészében dinamikusan szolgálja ki az összes hozzánk forduló ügyfel, és az összes kollégám ott egy helyen tud dolgozni. Korábban, ahogy mondtam, ez több helyen, 3-4 helyen valósult meg, és most van egy központi ügyfélfogadó helyiségünk, ahonnan irányítjuk tovább az összes szolgáltatást, legyen az óvodai iskolai segítés, vagy ugye említettem, egy pszichológusi tanácsadás, egy családkonzultáció, bármilyen szakmai munka. Na, erre akartalak még kérni, hogy azért egy picit mélyebben ássunk bele, hogy mégis mi az, amivel hozzátok fordulhatnak. Azt gondolom, hogy amikor az intézménynek a szolgáltatásairól szoktam beszélni, akkor talán a családsegítés szoktam még kiemelni, amiben azt gondolom, hogy tényleg minden belefér. Tehát, hogy minden típusú problémával lehet hozzánk fordulni, vannak idős ügyfeleink, vannak gyermekes családok, vannak egyedülálló felnőtt ügyfelek, tehát tényleg bármivel lehet hozzánk fordulni. Azt gondolom, hogy a nagyon kézzel fogható természetben jutott adományig, tehát az adomány közvetítéstől egészen a különböző szolgáltatásokba való továbbirányításon keresztül, akár mondjuk, amiről szó volt, tehát mondjuk egy családnak a lakhatása elvesztése kapcsán is mondjuk nagyon sokat dolgozunk együtt a kollégákkal, mert van, amiben ők tudnak segíteni, van, amiben mi, és akkor általában a mi szerepünk az, hogy azokat a szolgáltatásokat össze tudjuk húzni, és összekötni a családot azokkal a szolgáltatásokkal, akik segítségére lehetnek egy adott krízis helyzetben például. Uh-huh. Zsuzsa, nálatok nem tudom, hogy fejlődés az hogyan alakult az elmúlt években. Azt tudom, hogy amikor mi oda megyünk hozzátok forgatni, egy kis házikó van, és néhány család, illetve hát fél család, anyuka és gyermek van elhelyezve, néha 4-5, nem tudom most pontosan, hogy álltok szám szerint, és nem is nagyon lehet nyilván arról beszélni, hogy velük mi történt, mert hát ott mindig van valami olyan nem szép dolog, amiről nem szívesen beszél senki. De nálatok azért mégis ez a pár év, ez hogy alakult? Mennyire ment át fejlődésen az intézmény? Szakmai fejlődésen mentünk keresztül, ezt hangsúlyoznám. Az épületünk megújulása és megszépülése, ez még előttünk van. Ez még nem valósult meg.
Rengeteget változott, azt gondolom, rengeteget változott a jogszabályok például. Ezekhez nyilván alkalmazkodtuk, ezeket mindig szem előtt tartva alakítottuk a munkát. De rengeteget változtak a családok és a hozzánk forduló családok, rengeteget változtak a problémák. Ezekhez mind alkalmazkodnunk kellett, változnunk kellett, változtatnunk kellett. A munkatársak megújulása ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy szolgáltatásokat ugyanazokat tudjuk biztosítani, de mindig azon gondolkodunk, hogy mit lehetne egy picit pluszot, azt a pluszot adni, amit csak tőlünk tudnának megkapni azok a családok. Rettentő kreatívvá válunk ezzel alatt az idő alatt, és sokszor próbáljuk bevonni az ügyfeleket is ebbe, a lakókat, gyerekeket, ki mennyire képes, alkalmas, akar, attól is függ, mennyi idő telt már el, amióta ott vannak, mennyire ismernek, meg mennyire hiszik el, hogy valóban segíteni szeretnénk nekik, és nyilván ez rengeteg kedves helyzetet teremt. Folyamatosan változunk, folyamatosan. De ez ugye egy átmeneti otthon, tehát elvileg én úgy képzelem, naívan, vagy nem naívan, hogy innen akkor, hogyha mondjuk letelt az az idő, amit nálatok tölthetnek, akkor jó helyre kerülnek. Azon dolgozunk, hogy jó helyre kerüljenek, nyilván. Tehát akkor ezek végül is mondhatjuk, hogy sikertörténetek. Ahonnan indultak, onnan nézve. Nehéz megfogalmazni a sikert azért ezen a pályán. Mást jelent nekünk a siker, más jelent adott esetben a családnak a siker. Siker, hogyha sikerül elhelyezni, vagy találunk nekik egy olyan megfelelő ellátást, de nem biztos, hogy az az ő életükben valódi siker. Nekünk szakmailag siker, mert megoldottuk a helyzetet, de hogy ez nekik, ők ezt így élik meg, az egyáltalán nem biztos. Valóban menni kell, átmeneti otthon, egy év, amit még fél évvel lehet hosszabbítani, kimondva ez lehet, hogy hosszúnak tűnik, de nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés, főleg ahogy az elején is már volt róla szó, hogy azért egy adott probléma kialakulása nem egyik pillanatról a másikra, akár éveken keresztül, és hogyha ezt nézem, akkor másfél év alatt megoldani, hát nagyon embert próbáló. És akkor arról még nem beszélve, hogy kell a család is hozzá, hogy ő is akarja ezt a változást, és azonos változást akarjunk, mire megtaláljuk a megoldásokat, mire elkezdődik a munka, mire van egy kis eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon intenzíven kell dolgoznunk ebben az időszakban. Bocsánat, a legtöbb család, ahogy visszaemlékezem, olyan valódi önálló lakhatásból kevésbé érkezik a családok átmeneti otthonába. Ugye én arra célzok, hogy ugye a legtöbb, az önkormányzatnak nagyon sokat segíthetünk, mert nagyon sok az elmúlt hosszú évek alatt sok család kapott önkormányzati bérlakást, aki jogosult rá. Csak arra akok utalni, hogy nem mindenkinek volt már olyan tapasztalata vagy készsége, hogy kell fönntartani egy önálló lakhatást, és ehhez képest nagyon kevés valóban ez a 1+ fél év, amit ott tölthetnek mondjuk a családok. Tehát, hogy ahhoz, hogy fölkészítsék arra a jó családgondozók, hogy mire kell figyelni, a pénzt be kell osztani, hát ott rendezni kell a lakásra kapcsolatos dolgokat, és nem lehet, hogy elmaradás legyen, tehát hogy nem lehet ezt maszatolni vagy időt húzni, és ezt nagyon nehéz megtanítani, amikor egyéb más problémákkal kell szembesülni mondjuk az átmeneti otthonban a családgondozók kapcsán, tehát hogy amikor a családokkal szembesülünk, hogy mit kell megoldani, miben kell segíteni, és akkor még föl kéne készíteni, ami általában hiányt szenved az idő miatt, hogy tartson fönn valaki, mert akkor nagyobb a visszaesés veszélye. Ez a legnagyobb probléma, hogy elveszíti mondjuk azt a lakhatást, ami biztosabbnak tűnt, csak nem képes, nem volt szocializálva erre, és ez nem az anya otthon hibája, hanem már nagyon rég múltban nyúlik vissza, úgyhogy ez egy mindig összetett probléma, akár hajléktalanról beszélünk, akár egy családról, hogy mi okozza az igazi problémát, miben kellene igazából segíteni. Hát hosszúra kéne kezdeni, vagy hosszú folyamatot szakemberek segítségét kéne ott felvonultatni egy-egy embernél vagy családnál. Tehát a szociális munkások, ki kell mondani, nagyon sok szó, kevesek ahhoz, hogy valódi segítséget nyújtsanak, viszont abban profit tudnak lenni, hogy észrevegyik, hogy mire lenne szükségük valójában annak a családnak, és ebben közvetítenek mondjuk szakemberek felé a hajléktalant, vagy ugye közvetítik, vagy elküldik, vagy fölveszik a kapcsolatot, és ez a jó szocmunkás, hogyha ezt ő észreveszi, és látja ezt az összetett képet, hogy lehetne itt tartós segítséget nyújtani egy-egy ember esetében. Zsuzsa, nálatok egyébként mi az, amiben tudtok segíteni?
a családoknak azon kívül, hogy mondjuk ott helyezitek őket? Nyilván ugye alapvető a lakhatásnak a biztosítása, főzési, ételmelegítési, mosási, tehát ami egy háztartásban kell, ezt tudjuk biztosítani. Amiben tudunk segíteni még, a pénzgazdálkodásnak az elsajátításába, a problémák feltárásába, megoldások javaslatába, a gyermekneveléssel kapcsolatos felmerült problémákba, ötletekkel, konkrét ötletekkel, javaslatokkal, mit érdemes, mit nem érdemes. Nyilván munkahelykeresésben, munkahely megtartásban, akár rendszeresen például önéletrajzírásban, egy állásinterjúra való felkészítésben, hogyan egészen alapoktól, hogyan öltözünk fel, hogy megyünk oda, kopogunk, köszönünk, tehát itt teljesen az alapokra. És ez a mi nagy előnyünk szerintem, hogy ezekre nálunk van idő. Ezeket meg tudjuk csinálni, tudjuk gyakorolni. Hogyan kell telefonon ügyet intézni, hogyan telefonálunk. Nem tudom, volt olyan, akinél, nem tudom, borítékot hogyan kell megcímezni, egy csekket hogyan kell feladni. Tehát a képessétevés az nálunk nagyon fontos, és nálunk erre van idő. Van idő, hogyan intézzünk ügyeket, melyik hivatalba mit lehet intézni. A gyakorlati életre tudjuk őket felkészíteni. Bocsánat, Zsuzsi, erről megfeledkezik. Én tudom, hogy milyen kemény munkát, óriási munkát végeznek a családrondozók. Amire nagyon fókuszálnak, próbáltam figyelni, hogy mondod ezt, hogy az anya-gyerek kapcsolatra. Tehát, hogy együtt játszanak, hogy ezt súlykolni következetesen, mert csak úgy lehet, úgy tudnak egy család lenni, vagy csonka család, hogyha a gyermekkel együtt tanulnak. És igen, ezt folyamatosan, következetesen, nap mint nap tudom, mert ugye hozzám tartozik a csáho is, hogy erre fókuszálnak, hogy ez erősödjön, hogy amíg ott van a család, hogy ez, mert nem mindenkinek természetes, ez pont ez a legnagyobb. És akkor ezért jönnek elő a gyermekni olyan zavarok, amivel viszont nem lehet mit kezdeni. Az anya, akivel van, hogy erősítsék a kapcsolatot. És erre megy rá minden nap, nagyon sokszor olyan dolgokkal, hogy együtt játszanak, hogy megtanuljanak együtt játszani. Nagyon nehéz sokszor néhány családnál, tudom, mert erről sokat beszélünk. És ez rettenetes munkát, tehát nagyon sok nagy munkát végeznek ott a cseh, hogy ebben előre lépjen a család, mert akkor talán könnyebben vészenek át, vagy nem lesz annyi probléma a gyerek között. Tehát nem kell vinni szakemberhez mindig a gyermeket, mert azon mindig kijön a probléma. Igen, tehát itt azért külön válik nálunk, hogy együtt is gondozzuk a családot, és külön a tagokkal is foglalkozunk nyilván. Tehát ha úgy van, akkor a gyerekkel korepetáljuk a gyermeket, akkor ha anyuka, hogyha dolgozik nyilván, akkor foglalkozunk addig a gyerekkel, odafigyelünk, hogy reggelizett, ebédel, tehát erre. Majd, hogyha megjön az anyuka, próbáljuk ezeket átadni neki, őt is megtanítani, képessé tenni, nem csak a saját életéhez, hanem a gyermekkel való életében mozgáshoz is. Tehát külön-külön is, és egyben is dolgozunk velük. Szerintem ez nagyon jól hangzik. A hajléktalan szálló életében, ez ugye 20 év már a te múltadban, mekkora változások álltak be? Úgy kicsit több is, de ugye most itt csak mondtam egy számot, de a lényeg, hogy most én úgy érzem, hogy eléggé eltolódott, vagy elhúzódott mondjuk, hogy az intézmény fejlesztések megvalósuljanak. Tehát, hogy azok a szükséges, 97-től 2004 női szállót átadtuk, az a családok átmenti otthona, 97, ha jól tudom, 98 januártól írom, hogy a centrum elkészült 2007-ben, tehát a nappali szolgáltató centrum. Az alapintézmény az már 95-ben létrejött, tehát működött már, és vannak kiléptető lakásaink, csak arra utalni, hogy ezek az infrastruktúrális feltételek, amelyek mondjuk a hajléktalan ellátást szabályozzák, vagy törvényileg előírtak, azok fokozatosan jöttek létre, nagyrészt akkor, amikor a jogszabály ezt megszabta, de biztos, hogy mindig, mert mire eljutnánk oda, hogy minden intézménytípus, ami szükséges mondjuk a hajléktalanok megfelelő hatékony ellátásához, akkor most hoppá, hát akkor most egy kicsit újra kéne gondolni ezt az egész férőhely dolgot, meg hogy milyen szálló legyen, vagy ne szállónak hívjuk, hanem, és akkor rájuk, hogy szakmailag kell nagyon oda észben, tehát hogy ott legyünk a toppon, hogy nem elsősorban a férőhelyek minősége a legfontosabb, nagyon fontos, hogy milyen körülmények között tudjuk az embereket fogadni, hanem az, hogy ezt milyen tartalommal töltjük meg, és
És ugye ez kellenek a továbbképzések, végzett szociális szakemberek, amelyek most a legnehezebb, ugye, hogy ilyen embereket megszólítani és vonzóvá tenni a területet, de vannak, hála Isten, itt Fehérváron mindenképpen jó próbálkozások, amivel talán ezt megkönnyítjük majd a jövőt illetően, de hogy a kollégák segíteni tudjanak valóban azoknak az embereknek. Majdnem azt mondom, hogy mindegy, hogy 12-en vannak egy szobában, ez lehet, hogy túlzásnak tűnik az én számból, hogy 12-en vannak azon a élni menedékhelyes szobában, mint, vagy pedig csak 2-3-an. Nagyon fontos, hogy persze, hogy a legjobb feltételt biztosítsuk, csak nem ez a lényeg elsősorban, hanem az, hogy az elejétől mit sugalunk, miben egyezkedünk, miben működünk együtt, mit várunk el attól a hajléktalantól, aki mondjuk bejön oda hozzánk és segítséget kér. Mert hogyha oda szocializáljuk, ha abban partnerek vagyunk akaratlanul, hogy ő ott maradjon évekig is, az életben nem kerül ki, de közben segítjük, amiben tudjuk, akkor semmit nem ért a munkánk. Sokan vannak így, tehát sok ilyen kudarc van, de hogy arra utalni, hogy az intézmény folyamatosan fejlődik, 5 év múlva is biztos, hogy lesz már valamilyen intézménytípus, ami létrejön, vagy átalakul a mostani, de inkább a szakmai tartalmat kell jól kitalálni, vagy megújulni, ahogy néha ugye a Herit mondta, hogy változni kell. Tehát észre kell venni, hogy amiben változnunk kell, vagy tovább kell képezni magunkat, hogy hatékonyabb segítséget tudjunk nyújtani, amikor beszélget egy szociális munkás azzal a hajléktalannal, mert annyira felgyorsult amúgy a világunk, hogy most az elhelyezkedés is egyre nehezebb mondjuk, bár most lehet, hogy pont munkaerő hiány van, de nem pont a mi rétegünk számára adnak fel álláshirdetéseket. Ugye is ez most arra célzok, hogy nagyon kevés a segéd vagy betegnyújtott munka, ahova el tudnak menni, de munka nélkül az én megítélésem szerint nagyon nehezen tud létezni. Nem csak egy átlagember, egy hajléktalan, aztán végképp nem. Mert hogyha nincs jövedelme, nincs állandó jövedelme, nem tud kilépni az intézményből. Lehet ott bármilyen profi szociális munkás, meg nagyon jó elhelyezési körülmény az intézményben, nem fog tudni önálló életvitelben gondolkodni egy 5-10 éven belül, mert nincs miből, tehát mindent ki kell fizetni. Tehát, hogy inkább arra, hogy alkalmassá tegyük a munkahely keresésre, arra, hogy ő elmenjen dolgozni, hogy legyen neki, félretegyen, tehát ez már szerintem egy túlzás is a mi munkánkban, de enélkül, hogyha nem ebbe az irányba próbálunk változni, akkor bajba kerülünk, ahogy néha észrevesszük, tehát lehet intézményfejlesztésekben most amúgy vannak terveink, tehát az élni menedékhelyet mi szeretnénk egy kicsit megújítani, női menedékhelyet is biztosítani, tehát ebben a város partner is ez előbb-utóbb meg fog valósulni, de ettől még a feladat ott van, hogy azok az emberek mit fognak csinálni majd azzal a nagyon jó felújított új félőhelyekkel, illetve mi fog történni az életükkel. Hát ugye ebben kell nekünk józannak lenni, hogy oda tegyük azt a segítő munkát, hogy kikerüljön innen. Tehát ezek átmeneti intézmények, az összes intézményünk átmeneti intézmény, a nappalin kívül, de hát ugye az is reggel 8-tól este 6-ig van nyitva. És ez már majdnem elveszítette ezt az értelmét, mert nagyon sokan nagyon régóta vannak benne az intézményben. És ez nekünk... Több évre visszatekintve is? Vagy? Hát 5-10-15-20 éve is van ember, aki ott van benne a szállásunkon. És van neki 28 ezer forintos jövedelme. Mondjuk ő pont nem tud dolgozni azon. Tehát, hogy vannak ilyen kilátástalan dolgok, amikor persze humor nélkül ez se lehetne, nem ezt az embernek az életét, hanem hogy humor nélkül ezt nem lehetne elviselni, hogy látja az ember, hogy ő valószínűleg itt fog maradni nagyon sokáig még. Tehát nem fog sok ember kiköltözni az intézményünkből. De legalább akkor azoknak biztosítjuk egy kicsit, hogy jobban érezze magát, komfortosabb legyen. Erre jó egy intézményfejlesztés, de jó az, hogyha meghallgatjuk, ha a kolléga leül és van ideje rá, hogy meghallgassa. Mondjuk az elmúlt néhány évben azért többször számoltunk be olyanról, amikor tényleg célzottan egy albérletprogramotok volt, vagy mondjuk munkához próbáltatok segíteni, telefont adtatok nekik, stb. Hogyne, hát ezek nélkül, tehát hogy legalább azokat meg tudjuk szólítani, igen, örülök, hogy ezt felhoztad, tehát hogy ezek segíthetnek abban, hogy akik még alkalmasak, vagy alkalmassá tudjuk tenni egy hosszabb program kapcsán, akkor ők menjenek, meneküljenek az intézményből, mert éljék a saját életüket, és ugye ez egy ilyen jó EU-s pályázat, ebben
ebben tud segíteni. Hát most például örömmel számolok be, nem biztos, hogy ez a kilépésüket segíti elő, de annak a néhány embernek biztos, hogy a megélhetésben segíteni tud, hogy március 1-től el tud indulni egy közfoglalkoztatási program egy éven keresztül, és 6 embert fogunk, ugye elnyertük a pályázatot, ez óriási nagy dolog számunkra is, hogy 6 embernek fogunk tudni munkát adni az intézmény környékén, mosodába, kint a külterületeken próbáljuk majd megszépíteni az utcán élő hajléktalanok területeit, azokat a helyeket, ahol amúgy lehet, hogy nagy szemét van, és ezt ugye az emberek úgyis néha látják nap, mint nap. Tehát bért fognak kapni, dolgozni fognak, és értékteremtő munkát fognak végezni, és ez jelentkeztek már sokan, tehát várják jó néhányan, hogy ez meginduljon, és nekik ez óriási dolog. Hát abból nehezen fognak takarékoskodni, de megélni meg tudnak abból, hát legalábbis az ellátáson belül, ahol most ők élnek, akár női szállón, vagy a sörháztéri szállón laknak. Tehát, hogy ezek a programok kellenek, és talán még annyit ehhez, hogy egy jó vezetőnek ezt meg is kell keresnie. Tehát, hogy nem kell, hogy noszogassák ezért, hanem hogy látnia kell, hogy ki kell használni azokat a pályázati program lehetőségeket, amivel el tudnak indítani egy-egy ilyen folyamatot az intézményen belül, akár a csáóba. Ha vannak ilyen pályázatok, hangsúlyozom, ha lehet, akkor ezt menni kell, és ez a mi dolgunk. Tehát ezt nem lehet hátradőlni, hogy működtetünk egy intézményt, és akkor de jó. Nem, az kevés. Amit még én hozzátennék, egyébként Attila nagyon sok ilyen projektet, vagy Attila nagyon sok ilyet valósítottak, még nagyon-nagyon fontosak ezek, illetve nagyon fontosak az infrastruktúrális fejlesztések, de amire én egyébként a legbüszkébb vagyok itt az utóbbi években, az az intézmények közötti együttműködés, és azt merem remélni, gondolni, hogy ebben mi is beletesszük a magunk részét, de azt gondolom, hogy minden intézmény, tehát a szociális intézményeknek is azt gondolom, hogy a civil szervezetekkel, az önkormányzattal, a hatósági szereplőket, tehát van egy olyan aktív együttműködésünk szerintem, hogy mára nagyon sok minden az, ami támogatta azt, hogy ez létrejön, hogy nem csak az a fajta észlelő és jelzőrendszeri kötelező együttműködésünk van meg, hanem amire te is utaltál az elején, hogy tényleg heti, napi szintű kapcsolatban vagyunk, azt gondolom itt az intézmény vezetőkkel, és azt gondolom, hogy ez az, ami még tud hozni szerintem egy minőségi vagy hatékonysági fejlődést a mi közös munkánkba. No hát ideig viszont el kellett jutni valahogy, úgyhogy egy picit beszéljünk arról, hogy melyikőtök hogyan csöppent bele ebbe a munkába, ugye nem intézményvezetőként születtetek, de hogy megvolt már esetleg kiskorotokban is ez a szociális érzékenység, mert nyilván az egy nagy adag kellett ehhez, hogy ilyen jellegű munkát vállaljatok. Menjünk innen tőled. Köszönöm. Hát én most már felvállalom ezt többedik interjúban egyébként, hogy nekem ez honnan jött. Én ilyen kisiskolás, ilyen másodikas lehettem talán, és az fehérvári vagyok én, nagyon-nagyon szeretek itt élni, és hát akkor éppen az Ősz utcában laktunk, és hát én családi, hogy mondjam, én mendemonda lett abban, hogy én fogtam, és másodikas koromban, akkor még azt gondolom, hogy a hajléktalanok nem voltak, és erre talán Attila tud rá erősíteni, nem volt a hajléktalanság, vagy a hajléktalanok egy olyan közkézen forgó fogalom, pláne nem egy tizenéves kisgyereknek. Hát én hazavittem egy szükséget szenvedő úriembert akkor az Ősz utcai panellakásunkban, amit egyébként a család nagy része megrettent egyébként. Aztán egy kabáttal távozott az úriember, és hát én ezt úgy meg is kapom azóta ilyen családi körökben, néha meg ez így történt. Tehát, sokszor gondolkodtam rajta, talán ez egy ilyen első motivum, vagy egy pont nekem, amit az én életemben az empátiával kapcsolatosan el tudok mondani, úgyhogy ez ami nekem így elindította ezt. Én próbáltam más szakmát, ami így az emberekkel kapcsolatos, de azt gondolom, hogy a segítés az, ahova így megérkeztem, vagy meg tudtam érkezni. Azért, ha jól láttam, akkor a DEC. Súlyba jártál, ott azért egy kicsit más az irány, vendéglátós? Vagy igen, szakács felszolgáló nekem a középfokú végzettségem, és hát az emberekkel való munka, találkozás az nagyon jól megvolt ott, de valami hiányzott, és utána jött nekem a szociális munka. Uh-huh. És jött a Pécs is, ugye? Így van. Először az alapdiplomán Veszprémi, hittudományi főiskolán, és szociálpolitikusként meg Pécsen végeztem. Uh-huh. És hogy kerültél oda, ahol most vagy? Hát ez ilyen első munkahely, első szerelem, tehát egy nagy első dolog volt nekem ez. 2006-ban meg 2007-ben gyakornokként kerültem én a mostani Alba Bástya, akkor családsegítő központ volt talán így a 2000-es évek közepén végén, és én ott helyezkedtem el rögtön a Veszprémi diploma után, és akkor ott először családsegítőként dolgoztam, tehát családsegítésben családgondozóként,
Aztán akkor még voltak idős ellátási feladataink, akkor jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, meg házi segítségnyújtásban, és akkor utána a gyermekjóléti szakmai munkacsoportnak vittem a dolgait vezetőként, és 2015-től vagyok intézmény. Én nagyon pici időre el kellett mennem az intézményből, egyébként egy rövid, de nagyon jó időszakot töltöttem a kormányhivatalban, és hát el kellett mennem, hogy meg tudjak érkezni újra az intézmény, és 15 óta pedig ezt a mostani pozíciót töltöm, és így próbálom segíteni az intézményt. És hát azt mondjuk el, hogy boldog apuka is vagy. Így van. Ha lehet elmondani. Így van. Gyerkőcök vannak. Igen, két gyermekem, Erik és Olivia nálunk, ez ilyen családi hagyomány, édesapámat, meg nagypapámat is Eriknek hívják, úgyhogy ezt én viszem is tovább. Uh-huh. Jó, hát akkor majd még lesz 8. Erik is. Zsuzsa, nálad hát nyilván itt is egy nagy szociális érzékenységnek kellett lenni. Nálad hogy kezdődött? Nem így. Nem így kezdődött. Szerintem én ezt még nem mondtam el sehol. Én pedagógus szerettem volna lenni, én tanító szerettem volna lenni. Hát nem tudok énekelni. Nem tudok énekelni, és ott akkor még volt alkalmassági vizsga énekből, és éreztem, hogy ebből probléma lehet, ezért én elmentem egy énektanárhoz, hogy nehogy probléma legyen, aki meghallotta a hangomat, és azt mondta, hogy hát alkalmatlan vagyok erre a pályára, és hát nem vagyok egy feladós típus, úgyhogy megsértődtem, és elmentem egy másik tanárhoz, hogy majd ő biztosan majd azt fogja mondani, amit én szeretnék. Hát nem azt mondta, csak diplomatikusabban csomagolta, és mondta, hogy esetleg érdemes lenne valami más szakmán gondolkodni, mert hogy ez nem fog sikerülni, és akkor elkezdtem nézelődni, és így jött a szociális munka, erre így rátaláltam, amiről akkor még sok mindent nem tudtam, hogy ez mit is takar, de felvettek Szekszárdra, a főiskolára, úgyhogy az alapdiplomám szociális munkásként Szekszárdon végeztem, és akkor ide az intézménybe pedig a főiskolai gyakorlat alatt kellett egy intézményt keresni, és mivel akkor az anya otthon egy friss intézmény volt, és gondoltam, hogy akkor nézzünk meg egy újat, ahol még nem volt senki, és így a gyakorlatomat töltöttem az anya otthonba, a főiskolai gyakorlatomat, és utána pedig pont volt egy nyugdíjazás, és akkor keresett meg Attila, hogy a felszabadult férőhelyre, státuszra. Uh-huh. Így hoz jó döntést az ember. És utána pedig én is Pécsen végeztem szociálpolitikát. Uh-huh. Mindhárman, ha jól tudom. Okay. Gyakorlatilag így hallom. Igen, akkor igen. Erriket nem tudtam pontosan. Hú, hát hogy én Uberen nem kell Uberelni. Te is hazavittél egy hajléktalant? Nem, nekem se volt fogalmam. Hát én az alapdiplomám, ugye már nem akarok belemenni, hogy én tovább akartam tanulni, a játit végeztem a magasépítő szakon, és azt hittem, hogy azt nekem találták ki, hát nem, nagyon bukdácsoltam, én ott szenvedtem az érettségivel. Aztán, hát mivel tovább akartam tanulni, maradt a katonatiszti főiskola, a Kossuth Lajos katonatiszti főiskola Szentendrén, úgyhogy ott 3 évet végeztem el. Az alapdiplomám így fegyverzet üzemeltető üzemmérnök, tehát hogy hadnagyként, hát nem mondom, hogy tartalékos, mert már szerintem ezt senki nem tudja, de hadnagyként avattak fel, és egy évig elkerültem Tapolcára, a Rakéta Dandárhoz, ott a törzsbe bekerültem, és ilyen térképész szolgálati főnök lettem. Tehát, hogy az arcát nézem, hogy mennyire csinálkozik. Lehet, hogy néha meséltem, de hogy térképész voltam, gyakorlat volt egy sorkatona, és akkor adtuk ki a gyakorlatokra, hát ez a 90-es évek eleje, tehát ez még nagyon friss, tehát mikor 89-ben avattak. Hát azért ott érdekes dolgok történtek, de jó dolgok. A lényeg, hogy aztán rájöttem, hogy ezt nem nekem találták ki. Tehát, hogy én akkor onnantól érzem azt, hogy valószínűleg elkezdtem érni, de fogalmam se volt, hogy mit kell nekem csinálnom. Leszereltem egy év után. Tehát ott hagytam, és mentem vissza anyukámhoz, meg munkanélkülinek. Úgyhogy azt legalább szerintem másfél-két évig munkanélküli lettem. Foglalkoztam én zokniárosítással, meg könyvárosítással, a Kossuth könyvkiadónál ott a József utcában. Tehát valamiből meg kellett élni. És valamiért
formálódott a lelkem. Tehát, hogy most nem tudom, ezt, én mindig azt éreztem az életemben, hogy valaki láthatatlanul terelget. Hát remélem, hogy nem vagyok pszichiátriai eset, de hogy persze, hogy az én döntéseim voltak, de mindig éreztem, hogy azért nem véletlenül történnek az életemben azok a dolgok, amelyek egy irányt szabnak az életemnek is. Egyszer csak kikötöttem az egyházmegyei Karitásznál, egy nővér vett föl, egy apáca vett föl akkoriban 94. februárjában, mert látták, hogy az akkor induló ciszterci templom plébániáján, az egyházközségi Karitásznál ott nagyon aktív voltam, tényleg. Bejártam a templomba, de magamtól, tehát nem tudom, nem történt semmi, csak formálódtam, ahogy mondom, és biztos érdekelt a dolog, és akkor ott osztottunk ruhákat a rászorulóknak a kápolnába, meg találkoztunk, meg segítettünk kimeszelni néniknek a családi házát, mármint a szobáját, nem családi házát, akik rászorultak. A lényeg, hogy itt kerültem az egyházmegyei Karitászhoz, és ott találkoztam először úgy hajléktalannal, hogy bejött ruhát válogatni. Hát ugye azt srácot most már azóta nem ismerem, de létezik még. És ráadásul szipus volt, most ugye úgyse tudja senki, tehát ugye azért a szipuzás az egy kemény dolog volt az elmúlt időszakban, már nincs nálunk, nem tudok róla. És onnan indul az én krízises történetem, hogy valamikor szeptember környékén az akkori krízisközpont vezetője, a Botka Gáborné, a munkatársával bejött a Karitászhoz, vagy kihívott, már nem tudom pontosan, és megkérdezte, hogy nincs, hallott rólam, nem tudom, mit hallott, mindegy, és hogy nincs kedvem a krízisközponton belül dolgozni. Tehát én nem tudtam, hogy létezik, vagy nem létezik, elmondta, hogy mivel foglalkozik. Hát mondom, végül is mehetek, mert innen úgyis mennem kell. Hozzáteszem azért, mert én még csináltam telefonos lelkisegész szolgálatot is, és ezt én örömmel újságoltam az akkori vezetőnek. Hát ez egy egyházi, tehát én keresztény ember vagyok, csak valahogy nem fért össze, azóta se tudom miért, legalábbis annak az embernek, hogy én a munka mellett csinálok ilyen telefonos lelkisegész szolgálatot, és el kellett döntenem, hogy vagy ezt csinálom, vagy azt. Szerintem összefért a kettő. Én úgy döntöttem, hogy hát akkor, mivel jött egy állásajánlat, akkor én elvállaltam, és 94. október 8 óta én a krízisben dolgozom, akkor még simon ilyen segítő szociális munkás beosztásban, és még a Széchenyi 60-ban kezdtem, ahol nem női szálló volt, hanem idősebb, nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásból élő hajléktalan emberekkel kellett foglalkoznom. És hát ezt a munkát végeztem, és a vezető valamikor 97 környékén, nem tudom, mit látott bennem, de valamit láthatott, mert fölhívott a Sörháztérral központba, hogy ott dolgozzam, hogy ott segítsek, mert több az ember, több a probléma, és hát felkerültem, elmentem az ő noszogatására szó szerint, mert én nekem nem voltak még úgy terveim, hogy egy Győrben egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakot elvégeztem, és közben lett 98 májusában, áprilisban indult, hát egy vezetőváltás. És akkor engem ajánlott egy rutintalan, egy iskolázatlan, már abból a szempontból, hogy nem volt nekem még a vezető, hát az nagyon rég volt persze, a vezetőséghez meg a szakképzettségem, meg nem is nagyon érdekelt, és akkor még Nagy István polgármester úrhoz mentünk be is, kérdezte, hogy vállalom-e megbizottként, mert ugye pályázatot kell akkor is írni. Hát én nem nagyon akartam elvállalni. Nem könyörögtett, de majdnem rá kellett beszélni, mert nem éreztem én akkor magamba ezt a dolgot, de így indult ez a dolog, hogy fokozatosan aztán megismertem, beletanultam, pályáztam, nem sikerült, újra pályáztam, de maradtam megbízott vezető, hogy egyre jobban magaménak éreztem, azt kell mondjam, és menet közben elvégeztem azt ugye az egyetemet, amit éreztem, hogy talán meg tudok itt, talán jó pályázatot tudok írni, talán motivált vagyok arra, hogy folytassam ezt a munkát, szakvizsgáztam, és akkor talán 2000, nem is tudom mikor, 2005-től lettem nem megbízott vezető. Tehát ugyanazzal a jogkörre dolgozhattam, csak megvolt az iskolám, és a vezetői pályázaton sikeresen vettem részt, és azóta, ugye itt vagyok, 98 május 1-től, de ugye közben volt egy ilyen megbízott vezetőség, ez fontos, hogy azért meg kellett nekem is tennem azokat a változásokat, vagy változnom kellett, tanulnom kellett, hogyha én ezt a munkát akartam végezni, és érdekelt, már pedig menet közben változott az ember, az én hozzáállásom, motivációm, és hála Isten sikerült, bár megjegyzem, hogy
hogy azért ez is az igazsághoz tartozik, hogy az egyetemen pont abban az évben voltunk, ahol a nyelvvizsga nem volt kötelező az utolsó évben. És azért ezt őszintén be kell vallom, hogy nagyon szenvedtem volna azzal, már akkor tudtuk az évvel, hogy hát itt kell nyelvvizsga. Hát akkor rá kell állni, csináljuk, mert nem kapunk diplomát. És még tehát az az év volt, amikor nyelvvizsga nélkül megkaphattuk a diplomát. És tehát, hogy ez is egy kicsit talán hálás vagyok, hogy nem tudom, hogy alakult volna, hogy képes lettem volna én megcsinálni a nyelvvizsgát akkor időben. Tehát értitek, tehát, hogy mindig volt valami, ami azért úgy előre vitte, vagy előre terelgette az embert, és azért akár embereknek, vagy mondjuk keresztényként én azért az Istennek köszönhetem azt, hogy egy kicsit így láthatatlanul terelget engem. Hát ezzel élni kell, azt kell mondom, jó értelemben. És én körülbelül így élem az életemet, hogy én mindig ezekben hiszek, ezekben a dolgokban. Hát szerintem mindhármatok példájából láttuk azt, hogy azért egy jó kis utat tettetek meg, és azért nem az öletekbe hullott ez a vezetői, és nem kis kihívásokkal járó munka. Még itt a műsorunk végén szeretném, hogyha egy picit visszagondolnátok az életetekre, illetve a munkátokra, és hogy lenne olyan sztori, amit megosztanátok a nézőkkel, ami kedves, vagy olyan jó emlékkel tölt el titeket, vagy akár vicces. Mondjuk nehéz, azt tudom, vagy gondolom, igen, hogy nehéz, mert hogy leginkább krízis helyzetekkel találkoztok. Jó, hát remélem, hogy vicces lesz, mert igazából az, szerintem, és belefér, hogy jó régen történt már, hogy a feleségemmel vásároltunk, pakoltuk ki a parkolóban egy üzletközpont előtt a kosarat, és hát én messziről láttam, hogy ott van egy kerekesszékes hajléktalan, aki tol az egyik társa, és hát ugye pénzt próbált kérni, tehát hogy koldult gyakorlatilag, hát ugye ez szokás, mint mostanában is. És amikor meglátott engem, akkor tehát hogy nehéz ezt visszaadni, ezt a nekem vicces pillanat volt, mert ugye ott valaki adott már közben, láttam azért, nézem én, hogy mi történik ilyenkor. És amikor meglátott ez az ember a kerekesszékben, a Gábor, akkor fölpattant, és igazgatóra azt szeretném mondani, hogy holnap, hogyha, tehát és az emberek csak ott néhányan voltak, ledöbbenve nézzük, most akkor ő most nem rokkant, akkor ő csak igen, de hogy vicces volt, valaki ott el is nevette magát, tehát a feleségemmel együtt mosolyogtunk ezen, aztán beszéltünk tovább, meg oda jött hozzám, de ez a szitu, hogy ez nekem nagyon vicces volt. Nektek van esetleg valami? Persze, tehát úgy, ahogy egy családban rengeteg vicces, mókás történet születik a gyermekek, akár csetléséből, botlásából, hát ez nálunk is, és halmozottan megvan, főleg, hogyha sok kis gyermekünk van. Úgyhogy a gyerekek az nagyon sok vicces történetet tud szülni. Inkább én egy ilyen kis családi, benti családi dolgot osztanék meg, ez is nagyon rég történt már. Hát egy nagyon, nagyon aluliskolázott anyuka volt ott nálunk több gyermekkel, és az első, a legnagyobb gyermeke iskolás lett, és hát nyilván, ahogy említettem is, azért felvállaljuk, hogy akkor korepetálunk, segítünk házi feladat elkészítésében, és ahol lehet, ott a szülőt is bevonjuk, hogy akkor ezt megtanulja, hogy akkor ezt hogyan kell, mint kell csinálni, és aranyos volt, hogy ült az első osztályos gyerek, mellette ült az anyukája, és mind a ketten csillogó szemekkel nézték, és bólogattak, és megértették, hogy hogyan kell. Úgyhogy ez inkább ilyen kis kedves történet volt. Hát remélem, hogy nagyon sok hasonló kedves történetben lesz még részletek. Itt a műsor végén talán én is elmondhatok egy ilyen személyes dolgot, hogy nekem a kisebbik lányom már most 9 éves, mindjárt 10, de már most látszik, hogy a szociális terület iránt vonzódik. Semmit nem tud róla, de azt tudjuk, hogyha mondjuk elmegyünk egy hajléktalan mellett, akkor elkezd rángatni, hogy anya, menj oda hozzá és segíts neki és adjál neki, vagy ha egy tolószékes kéregető van, akkor azonnal oda kell mennünk, és soha nem úszom meg. Nem is akarom mindig megúszni, de azért ugye arra tanítom, hogy nem minden esetben kell adni nekik, de azt már látom, hogy most már van fogékonysága, és hogy mondjuk egy idős nénit vagy egy idős bácsit meglát, akkor teljesen olvadozik az utcán, tehát hogy én még ilyet tényleg nem is láttam.
Úgyhogy tudom, hogy akkor majd kikhez kell fordulni, hogyha esetleg munkát akarunk keresni, és kik lehetnének nagyon jó példaképek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek, és további sok sikert kívánok nektek a munkátokhoz. Köszönöm. Kedves nézőink, a Nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!